Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Elsőként kérem, hallgassák meg Kis Róbert rendőr alezredes urat, az operatív törzs ügyeleti központ vezető helyettesét. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm Önöket! Az operatív törzs javaslatára a kormány a koronavírus járvány elleni további sikeres és eredményes védekezésünk folytatása, a magyar emberek élete, testi épsége, egészsége megóvása, valamint az eddigi védekezési eredményeink megőrzése érdekében február 1-ig meghosszabbítja a hatályban lévő védelmi intézkedéseket. A döntés értelmében hatályban maradnak a maszkviselési kötelezettség, a kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, az üzletekre, valamint a rendezvénytartásra vonatkozó korlátozó rendelkezések. Kérjük továbbra is a türelmüket és az együttműködésüket. Most ismertetem a tegnapi napon végrehajtott rendőri intézkedések adatait. Az elmúlt 24 órában összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 208 személlyel szemben intézkedtek rendőreink. Így összesen 18.354-re emelkedett a rendőri intézkedések száma, amelyet a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt kellett kezdeményeznünk. 178 személlyel szemben intézkedtünk, mert a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a közterületen, illetve a rendeletekben meghatározott nyilvános helyeken. 43 személlyel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést, 60 személy részére szabtunk ki helyszíni bírságot, míg 75 személlyel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. A tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein 6 személlyel, a kereskedelmi üzletek és bevásárlóközpontok területén 24 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szabadidős létesítményekre és szálláshelyekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése ügyében ez idáig 691 rendőri intézkedést kezdeményeztünk. 191 esetben volt megállapítható az üzlet tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének a felelőssége. Az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó rendőri intézkedések száma 500. Az elmúlt 24 órában egy esetben döntöttünk üzlet ideiglenes bezárásáról, így összesen a jogszabály hatályba lépése óta 112 üzlet ideiglenes bezárásáról hoztunk döntést. A Somogy megyei rendőrfőkapitányságon szolgáltott teljesítő rendőreink a tegnapi napon Nagyatád településen az egyik kis presszónak a területén hajtottak végre hatósági ellenőrzést, ahol vendégeket szolgáltak ki. A presszónak az előterében személyek tartózkodtak és alkoholt fogyasztottak. A védelmi intézkedések megszegése ügyében közigazgatási hatóság intézkedésként a presszó 7 napos bezárásáról hoztunk döntést. A tegnapi kijárási tilalom számai összesen 362 személlyel szemben kezdeményeztünk rendőri intézkedést a kijárási tilalomra, illetve a közterületi magatartási szabályokra vonatkozó rendelkezések megszegése ügyében, így összesen 22.560-ra emelkedett a rendőri intézkedések száma a kijárási korlátozás, illetve a kijárási tilalom megszegése miatt. A koridorokon 34 rendőri intézkedést hajtottunk végre a tegnapi napon, így összesen 9.309 rendőri intézkedést kezdeményeztünk a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályok megszegése miatt. És a végére a hatósági házi karanténadatok. A tegnapi napon 10.375 helyszíni ellenőrzést végeztek rendőreink. Az elmúlt napon elrendelt hatósági házi karanténok száma 3107, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karantén 20.865-ös. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználók köre a mai napon 2693. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm, alezredes úr! Most kérem, hallgassák meg dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvosasszony tájékoztatását. Jó napot kívánok! Az elmúlt nap járványügyi adatai szerint 2907 fővel növekedett a beazonosított fertőzött személyek száma Magyarországon. Látjuk azt, hogy a járvány zajlik Magyarországon, Európában és az egész világon.
újabb és újabb kihívások elé nézünk, hiszen látjuk azt, hogy a környező országokban is, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában is erőteljesen felfelé indult újra az új fertőzöttek száma. Tehát a védelmi intézkedéseknek a fenntartására feltétlenül szükség van. Annak ellenére, hogy Magyarországon megkezdődtek a védőoltásoknak a beadásai a különböző csoportokban, természetesen egyrészt számban ez még nem olyan mértékű, nem olyan jelentős, hogy bármilyen enyhítésre gondolhatnánk. Másrészt pedig tudjuk jól, hogy időre van szükség a védelem kialakulásához, és sokkal nagyobb számú oltakozóra még, ahhoz, hogy kellő számú védett személy legyen Magyarországon, és egyáltalán megfordulhasson a fejünkben bármiféle védelmi szabálynak az enyhítése. Ezeknek a fenntartására járványügyi érdekből, járványügyi szempontból az egészségünk megőrzése, helyreállítása érdekében továbbra is szükség van. Sajnos az elmúlt napon is elveszítettünk 115 beteget. A legfiatalabb 47 éves volt, míg a legidősebb személy 97 éves volt. Itt alapbetegséget tártunk fel esetükben is, mint ahogy a legtöbb elhunyt esetében rosszindulatú daganatos megbetegedés, illetve szívérrendszeri keringési megbetegedés volt elsősorban alapbetegségként, a halál okaként megjelölve, amihez a koronavírus fertőzés is társult. A kórházainkban továbbra is 5297 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 372-en vannak még lélegeztetőgépen, tehát a veszély nem múlt el. Ennek ellenére kedvező adatokat is tudok említeni a mai napon, hiszen az aktív betegek száma további 4000 fővel csökkent, és a gyógyultak is közel 7000-rel növekedtek az elmúlt 24 órában. Feltétlenül számítanunk kell arra, hogy új variánsok megjelenhetnek, és a járvány még mindenhol az egész világon sajnos zajlik. Azonban egy rendkívül jó, egy új eszköz, fegyvertényező van a kezünkben, a hatékony és biztonságos védőoltásoknak a megjelenésével. Az egészségügyi dolgozók oltakozása zajlik. Tudjuk jól, hogy karácsony másnapján kezdte Magyarország beadni az oltóanyagokat, amik beérkeztek az országba. Először csak egy képletes mennyiség, egy szimbolikus mennyiség, majd azóta hetente kapunk oltóanyagot, és ezért ez lehetővé teszi azt, hogy az első vonalban védekezők már részesülhettek védőoltásba. Sőt, lépni is tudtunk ennek kiterjesztésében. Az egészségügyi dolgozók közül már 42.549 fő megkapta az első védőoltását. Továbbra is kérem, hogy aki még nem vette föl a védőoltást az egészségügyi dolgozók közül, feltétlenül éljen bele és jelentkezzen. Elsősorban a munkahelyén tudja megtenni, hiszen a 25 oltóponton túl minden városi kórházban is működnek már oltópontok, és ezeket fogjuk még kiterjeszteni, amennyiben elegendő mennyiségű vakcina lesz az országban, és már a széles lakosság körében tudjuk a védőoltásokat beadni. Az elmúlt napon négy nagy létszámú, magas lakói létszámú idős otthonban történtek meg a védőoltások, és örülök neki, hogy nagyon szép számmal 70-80%-ban jelentkeztek a lakók, illetve a szociális intézményben, az idős otthonokban dolgozó kollégáink a védőoltásra. Ezt folytatjuk hétvégén is. A 150 feletti lakólétszámú idősek otthonában
következnek az oltások. Szombat, vasárnap, tehát mind a két hétvégi napon eljuttatjuk az oltóanyagot az oltó tímek segítségével ezekbe az intézményekbe. Éppen ezért arra törekszünk, hogy amennyi mennyiségű oltóanyag rendelkezésünkre áll az országban, azt a lehető legrövidebb időn belül beadjuk a sérülékeny, magas kockázatú csoportoknak. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló mennyiség teljes egészében elfogjon. Tehetjük ezt azért is, mert a jövő héten újabb vakcinaszállítmány érkezik az országba. A Pfizer vakcinájából a keddi napon, 12-én várunk újabb 39 ezer fő beoltására elégséges mennyiségű vakcinát, és természetesen egy képletes mennyiség, egy kisebb mennyiséget várunk a Modernától is már, ennek a szállítási időpontja még nem ismert. Arra is figyelnünk kell, hogy 16-ával tulajdonképpen már, akik először oltakoztak, a második oltásukat fogják megkapni. Tehát a vakcinának a logisztikája nem egy egyszerű feladat most a kollégáim előtt, hiszen új oltakozók, az idős otthonok lakói, másodszor oltakozók egyaránt egyidejűleg részt vesznek az oltakozásban. Minden igyekezetünkkel azt a célt szolgáljuk, hogy a rendelkezésre álló összes oltóanyag gyorsan, hatékonyan és azok számára, akik a legnagyobb kockázatot hordozzák, rendelkezésre álljon. Továbbra is kérem, hogy jelentkezzenek a megadott felületeken, hiszen ezzel segítik azt a szervező munkánkat, ami alapján összetudjuk gyűjteni az igényeket, és egy következő menetben, amikor az a célcsoport sorra kerül az oltási tervünk szerint, akik felvehetik a védőoltást, akkor már rendelkezésünkre állnak ezek az igények, és sokkal könnyebben meg tudjuk, és gyorsabban szervezni a védőoltásoknak a beadását. Mindenkit bíztatok továbbra is, hogy ezzel a hatékony eszközzel éljen, hiszen megvédi saját egészségét, a környezetének az egészségét, és előbb-utóbb remélhetőleg az ország lakóinak az egészségét is, és valahogyan kikeveredhetünk ebből a járványból. Köszönöm szépen a figyelmüket!